A napokban a szexhegyi rendőrkapitányságon befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, amelyben egy Csongrád Csanád vármegyei nőt gyanúsítottak meg egy csalás sorozattal. Ez év januárjában tett feljelentést egy tolnai nő, miszerint egy online piac téren különböző illetszereket rendelt meg, amiért 65 ezer forintot előleget el is utalt a megadott számlára, de a termékeket azóta sem kapta meg, a pénzét nem utalták vissza, és a hirdető is elérhetetlenné vált. Az egyenruhások nyomozásba kezdtek, melynek során egy Szeged környéki nőhöz jutottak el, aki a kihallgatása során beismerte, hogy áll profilokról mindig más néven hirdetett meg olyan termékeket, amikkel egyébként nem rendelkezett. A nyomozás adataiból kiderül, hogy ez év januárjában 26 vásárlót ejtett tévedésbe, olyan tárgyakat, játékkonzolokat, babaholmikat árult, amelyek soha nem voltak a birtokában. Az évelei csalásokkal összesen 280 ezer forint kárt okozott. Korábban is voltak már hasonló ügyei, abból kifolyólag jelenleg letartóztatásban van. A nyomozók az eljárást befejezték, és az iratokat a napokban az illetékes ügyészségnek vádemelési javaslattal küldték meg.